ha kimondjuk azt a szót, hogy Trianon, Európában mindenkinek más jut róla az eszébe, nagyon sok nemzetnek semmi sem jut róla az eszébe. Én elég sokat járok a munkám kapcsán Franciaországba, Versailles-ba is dolgozni, és a franciáknak szerintem a 80%-a nem ismeri ezt a nevet, nem tudják, hogy egy Versailles-hoz tartozó kiskastélynak a neve. Magyarország valószínűleg Európában az egyetlen ország, ahol mindenki ismeri ezt a nevet, az 100 évvel ezelőtt történt, hát több mint sajnálatos események miatt. Egy 1000 éves országnak a végtagjait akkor tulajdonképpen, ahogy mondani szokás, érzéstelenítés nélkül vágták le, és ennek a 100 évvel ezelőtt történt eseménynek minden vonatkozása ma is hallatlanul aktuális. Nagyon érdekes visszatekinteni, hogy a 100 év, mintha tegnap történt volna. Amióta ismerem ennek az eseménynek a hátterét, mindig nagy tisztelettel és elismeréssel tekintek azokra az államférfiakra, azokra a polgárokra, nemzetből felmerülő erőre, amely képes volt ezt a hallatlanul nehéz helyzetet kezelni úgy a két világháború között, mint később. Nagyon komoly kihívás. És Magyarország így is egy emelkedő pályára tudott állni, szerintem ezért minden elismerést megérdemel Magyarország. Nagyon érdekes kérdés, hogy mit sugall számunkra Trianon, minden család életében jelen van, azt hiszem Magyarországon. Nekem nagyapám nőtt föl Romániában, Magyarországtól, Trianon által elszakított területen, ott született, ott is nőtt föl, onnan került át a két világháború között Magyarországra. És tulajdonképpen, hogy mit üzen a jelennek Trianon, ennek kapcsán, ha például Kolozsvár esetét megnézzük, ahol Kolozsvárnál az etnikai arányok gyökeresen megváltoztak, az 100 évvel ezelőttihez képest mára, akkor nagyjából elgondolhatjuk, hogy mi vár Európára, amennyiben az a migrációs krízis, amelynek a kellős közepén vagyunk, az kontroll nélkül gördül tovább és hozza magával a következményeit. Ezt mindenkinek a képzeletére bízom. Hogy a Trianon által okozott nehézségeket hogyan tudjuk orvosolni, ezért kinek meg kell tennie mindent a maga területén. Én zenész vagyok, a kollégáimmal néhány esztendővel ezelőtt megalapítottuk a Határon túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarát. Ez egy kezdeményezés arra, hogy a Trianon által elcsatolt nemzetrészeken élő hivatásos magyar zenészek egymással, magyar zenekarban, magyar kontextusban minden évben egy produkciót, néhány koncertet adhassanak. Ez egy, szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. És Jankovics Marcell kiállítását mindenkinek azért ajánlom szeretettel, mert egy történelmi kontextusba helyezve, tulajdonképpen egy tág történelmi kontextusba, Mohácstól indulva majdnem 400 év eseményeit mutatja meg, sőt egy kicsit túl is nyúlik Trianonon, és Jankovics Marcell alelnök úrtól, akadémikus úrtól megszokott fantasztikus vizuális tehetséggel és mély intellektuális háttérrel egy nagyon nagy lehetőség mindenki számára, hogy többet tudjon meg Trianonról és annak következményeiről, annak előzményeiről, annak logikájáról és tulajdonképpen arra, hogy mit jelent ez a mának. Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a kiállítást.